A reggeli személy pedig Csákvári Géza, filmes újságíró. Itt akkor, amikor elkészítettük azt a képet, ami általában a Facebookra vagy az Instagramra, illetve a YouTube-ra szokott kikerülni az interjúhoz, próbáltunk csinálni egy vicces képet, amin Csákvári Géza meglök engem, mert ő az az újságíró, akinek Veszprémben nekiesett a Blokád című filmnek a rendezője, mert hogy kurzusfilmnek nevezted a Blokádot. Van valami fejlemény ebben az ügyben? Annyi, hogy én magánindítványokkal nem éltem, de ahogy ugye Németh Péter a Népszava főszerkesztője döntött, és amikor abban a pillanatban, amikor ez kiderült, már így döntött, hogy a Népszava büntető feljelentést tesz az ügyben, és ez meg is történt, a kiadónak az ügyvédjei megtették a feljelentést, és jelenleg ott tart, hogy a ügy visszakerült Veszprémbe. A veszprémi rendőrkapitányságon volt egy hosszú kihallgatás. Nem csak engem hallgattak meg, hanem két további tanút is. Engem is tanúként hallgattak meg, mondja, hogy nem én vagyok a főjelentő, és mondták, hogy már lesz ennek az ügynek egy előadója. Elképzelhető, hogy majd lesz egy további kihallgatás, sőt szembesítés, mert ugye én addig a pillanatig nem ismertem személyesen Tűsér Ádámat, tehát hogy fogalmasa volt, hogy kilökött föl. Aha. Tehát ez egy érdekes fordulat. A filmjét láttam, nem vele kellett ugye megismerkednem mélyebben. Mert hogy egyszerűbb lett volna. Hát igen. Jobban jártál volna, ha megismered a rendezőt, és nem kell megnézni a Blokádot. Hát igen, de azért vannak munkaköri kötelességek, azért nem lehet kitérni, ha készül egy efféle film, és ugye arra pozícionálják már akkor, amikor még nem is látta senki, arra pozícionálták, hogy ez lesz az idei Oscar nevezés. Ugye, tehát, hogy és ezzel elvéve rengeteg fiatal alkotótól a nemzetközi megmérettetés és a nemzetközi rivalda filmnek a lehetősége. Tehát egyértelmű volt, ugye ezt leírtam, hogyha olyan jelenetek vannak egy filmben, amelyek egy kicsit is mondjuk gyűlöletkeltő hangulatúak, az egy Oscar versenyben azonnali kizárók. Tehát felesleges volt oda küldeni bármelyik másik filmet, oda lehetett volna küldeni. Jobb ötlet lett volna mondjuk a Kishanynak a Külön falkáját, mondjuk az egy évvel korábban volt, azt a Postmortem ütötte ki, de szintén ugyanattól a producertől, de mondjuk a 6-7 című filmet én ott szívesebben oda küldtem volna. Miért is volna szerintem? Elképzelhető, mert... Vagy bejutott volna. Biztos, hogy bejutott volna, mert jó, mondjuk Amerikáról beszélünk, Hollywoodról. Tehát nagyon fontos a téma. Ez egy női téma, egy fiatalkori téma, egy valósítsd meg magad téma, hoz létre a saját álmodat, egy nagyon jó női rendező, és lényegében egy nagyon jó film. Tehát, hogy a 6-7 esetében megvolt az az együttállás, hogy egy nagyon jó téma, erős téma, ami ott kurrens, és egy nagyon jó mű. Mondjuk erre kellett volna egy Oscar kampányt rakni, mert azért tegyük hozzá, tehát a Saufia is lehetett bármennyire jó film, ha mondjuk a Sony Pictures Classics nem állítja rá Hollywood egyik legjobb PR-osát erre a folyamatra, akkor azért nem biztos, hogy minden díj azonnal ugye jött volna. Tehát, hogy ott a Salufjánál már Kámba elkezdődött az egész, hogy ott megvette a Sony rekordösszegért, és ma onnantól kezdve a Cannes-i díjtól kezdve elindult a PR gépezet. Ez mondjuk a 6-7 esetében, mikor arról szólt a vita, hogy ez most ugye tévéfilmes pályázaton kapott pénzt, hogy ez egyáltalán bemutatható-e moziban Magyarországon. Tehát nagyon távol álltunk attól, hogy mondjuk ez elinduljon valamerre nemzetközi szinten. És a Larry például? A Larry, érdekes, a Larry, ha a nemzetközi, mondjuk ugye tavaly Golden Globe szavazó lettem, tehát majd egy kicsit több rálátásom van erre a hollywoodi úgymond díjrendszerre. A Larry az nagyon magyar tematikájú film. Tehát azt mi sokkal jobban értjük, mint bármelyik másik külföldi kritikus, néző, filmes, ítész, mert
Mert tudni kell, hogy ez hol játszódik, tudni kell, hogy ott milyen társadalmi viszonyok vannak, és abból a szempontból, amikor Larry, hál' Istennek teszem hozzá, nem olyan magyarázó film, mint egy hollywoodi film, hogy elmondom neked, akkor most, tehát nincs benne ilyen rész, hogy azt, mondja, azt mondják, hogy na látjátok, ez ilyen falu, és akkor ez egy ezt, az Oliver Stone. Igen, tehát hogy az Oliver Stone, pontosan, igen. Tehát nem ültet be egy diktátort a film maga elmondja, hogy minden szép, pontosan. Tehát a Larry, úgy gondolom, az egy nagyon jó film magyar viszonyok között. A Larry kapcsán az én szívfájdalmam, hogy itthon nem ismerték el jobban, ezt meg lehetett volna tenni. Illetve, hogy a Larryvel ugye azt szoktuk mondani, hogy kicsi film, tehát ez szokott a 6-7 eszembe kifogás lenni, hogy miért küldtük volna ezt, ez egy pici kisköcsvetésű film. A Larry is tulajdonképpen az, de ugye sokan azt gondolják, hogy ez egy inkubátorfilm. Nem, ez nem inkubátorfilm volt, ez egy önálló fejlesztése volt még annak idején, és a érdekesség az volt, hogy az inkubátor programban nem jutott be, de a Havas Ágnesnek annyira tetszett, hogy mondta, hogy pályázzatok be direkt be ezzel a filmtervel, és így ez még a Magyar Nemzeti Film Alap idején indult el. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Larry a Vajna rendszernek egyik ilyen utolsó kipörgő műve. Tehát ezt azért fontos megjegyezni. Ha már Vajna, mondjuk a műfaj, amiben a Larry ábrázol, azért az Egyesült Államok egyik meghatározó zenei stílusa, tehát Eminem után akár rá is csodálkozhattak volna egy beszédhibás magyar rapperre. Akár, igen, csak ebből a szempontból viszont azt nyilván mondom, nehéz, mert egyébként nagyon-nagyon sok ilyen film van. A Gully Boy, az egyik kedvencem az elmúlt évekből, az egy indiai szuperprodukció volt. Ugyanez a történet, hogy a mély szegénységből kinövő rapper, hogy lesz sikeres, vagy ha az egyetlen az lesz szeme, ugyanott ér véget az a film is, hogy bejut a nagy versenybe, amit már mindenki lát. Így hát, de teljesen más képpen dolgozza föl, mint a Bernard Szilárd, tehát ugye a Bollywood legjobb formájában, tehát azt egyébként érdemes, aki nem szokott ugye indiai filmeket nézni, és utoljára 15-20 éve látott, és azt mondta, hogy ez úristen szörnyű, nem, rengeteget fejlődtek az indiai filmek, tehát hogy le... Számban is, abszolút, meg minőségben is, és megvannak a saját nézőközönségük, de egy-két mű, mint például ez, tehát így beszokta törni az európai, meg a világfesztiváloknak a úgymond a zárt körét, és ez ment egy nagyot, ez a film így a fesztiválokon. Így hát tényleg az, hogy mondjuk ha csak elpiccselem, ugye, hogy ez a film arról szól, hogy a szegény rapper eljut-e valóva, tud-e tovább lépni. Erre, hogy mondjam, ebbe a cinikus filmes világban azt mondják, hogy ezt már láttuk, ezt már hallottuk. Viszont szerintem a 6-7 az abból a szempontból nemzetközi szinten, hogy mondjam, produktívabb, egyébként csomó fesztiváldíja is van, attól függetlenül, hogy ugye nem lett nagyon futtatva, hogy ez egy egyedi téma. Tehát ez az a 6-7, nem tudom, ez hány országban, hogy milyen szabályozás van, de hogy ugye ezt a dilemmát megtalálni, hogy meggondolja magát a fiatal lány, hogy visszakéri a gyerekét, és ebből készíteni egy filmet. Tehát ha csak ezt a témát elmondja, nem bítsam, azt mondja, hú, ez érdekes, ezt magam nézni. Tehát, hogy ebből a szempontból a helyzeti előnye volt. Itt a Klubrádióban, a Filmklubrádió című műsorunkban ugye időnként tartunk vetítéseket, és utána a Klubrádió hallgatói megnézik a filmet, és akkor vitatkoznak az alkotókkal, beszélgetnek róla. És nagyon fura volt, mert én, tehát a hallgatók nagy része úgy dekódolta a film végét, hogy a lány ott hagyja a gyereket a nevelőszülőknél. Nekem ez nem volt meg, tehát én azt gondoltam, hogy ezt lebegve hagyta a rendező. A rendező is azt mondta, hogy persze létezik egy ilyen variáció, és az, hogy újra gyerek lesz azzal, hogy felszáll a körhintára, hogy hívják ezt az eszközt, az azt jelenti, hogy inkább gyerek lesz. Szóval, de nagyon szerettem. Na mindegy, ez nem is ez az érdekes benne, hanem hogy lesz az ember Golden Globe szavazó?
Hát ez egy érdekes dolog, ugye nyilvánvalóan akkoriban a Golden Globe díjat tulajdonló Hollywood Foreign Press Association ugye gondba került, ugye mindannyian láttuk, olvastuk, hallottuk a körülöttük lévő ugye botrányokat, hogy nincs fekete tag, nincs ez, nincs diverzitás, nincsenek meg a kvótaszámok hasonló, amely egyébként nagyon sok amerikai filmes szervezetre elmondható lett volna, de valamiért ugye sikerült nekik ezt a reflektorfényt megkapniuk, és ez számos változást eszközöl, tehát megváltoztatták magának a szervezetnek az alapszabályát, tehát hogy nem, ugye korábban csak amerikai lakcímmel rendelkező, viszont nem amerikai sajtóorgánumtól pénzt kereső ember lehetett csak tag. És ez eléggé, ez valóban le is korlátozta egyébként a szervezetnek a bővíthetőségét, ezen változtattak, létrehozták a nemzetközi szavazóknak úgymond a körét, akik nem tagja a szervezetnek, viszont, hogy mondjam, egy ilyen dicsőségből ingyen szavazó kollega lettem, és annak idén a FIPRESZKI, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségét kereste meg a HFPA, hogy toborozzon olyan újságírókat, akik nemzetközi szinten dolgoznak, aktívak, és szeretnének részt venni a szavazásba, akkor írni kellett egy pályázatot, azt beküldték, és azt egy független komité, most nem jut eszembe ez magyarul, de ez a független komité bírált el, amelyben voltak HFP-a tagok, és voltak a különböző amerikai civil szervezeteknek a képviselője, akár a BLT-nek is. És ezen kiválasztottak, és így bekerültem tavaly, mint nemzetközi szavazó, és ezt egyébként minden évben meg kell újítani, tehát idén is pályáztam, és továbbra is nemzetközi szavazó vagyok. Magyarországról? Egyedül? Minden nemzetközi szavazó egyedül, így van. Van egy korábbi HFPA tag, ugye a Návai Anikó, aki ugye kint él, ő már elég régóta tagja ennek a szervezetnek, de hát mindenképpen nagy szó, hogy mondjuk amikor körbenéznek a világba, hogy kik azok a, mondjuk tavaly ki az a 100 kritikus, akit fölvesznek, aki úgy fontos, és bekerülni így a top 100-ba azért az nem rossz, úgy gondolom. Most az a szám egy kicsit megnövekedett, most már 200 nemzetközi szavazó van, másik magyar nem került most be, de így 300-an vagyunk, aki szavaz erről a díjakról. Még mindig nem több ezer, mint mondjuk az Amerikai Filmakadémia, vagy akár az Európai Filmakadémiának is van több ezer tagja, de nyilvánvalóan ez egy, azt is figyelme kell venni, ez egy újságírói díj. Tehát, hogy nem kell feltétlenül, hogy mondjam, millióknak szavaznia erről. Ezt úgy kell kezelni, mint egy olyan elismerést, amelyet ugye filmet néző és filmet szerető, vagy filmet akár kritizáló személyek szavaznak meg. Gratulálok hozzá. Ez milyen kötelezettséggel jár? Küldenek neked filmeket, hogy nézd meg őket, vagy felhívják a figyelmedet te produkciókra, hogy menjél el moziba, kapsz egy bérletet? Nem kapok bérletet. Ugye 2023-ban most már mindent úgynevezett screening linken kapunk. Tehát igen, exponenciálisan megnőtt a levélforgalmam, nagy részt azért, mert ugye bombáznak a stúdiók, hogy ezt a sorozatot nézzem, ezt a tévéfilmet nézzem, ezt a mozifilmet nézzem meg előre. Ugye, amit mondtam a 6-7 esetében, hogy ezek a stúdiók fölvesznek PR-osokat. Tehát akkor nem csak a linket kapom, hanem a PR-os érdeklődik, hogy megnéztem-e. Azt a kérdést nem tedi föl, hogy tetszette, mert az stílus, és arra nem is válaszoltak, alá kell én egy ilyen code of conductot, hogy véleményt nem nyilváníthatok ugye a PR-osok irányába. De a kedvenc példám, hadd említsek most egy stúdiót, az a Netflix.
Ugye amikor Netflix elindult, akkor akartam mondjuk egy filmet megnézni premier előtt, akkor az amerikai PR-ost megkerestem, és akkor általában kaptam egy linket. Amikor megnyitotta a Netflix a kelet-közép-európai irodáját, ami Lengyelországban van, az első lépés az volt, hogy az összes magyar újságírót letiltották a screenerekről, mert a feltételezésem szerint annyira kicsi piac vagyunk az ő szemükbe, hogy jelentéktelenek vagyunk. És ez nagyon sokszor kellemetlen is volt, például ott voltam a Velencei Filmfesztiválon, ahol ott volt egy filmversenyben, ami Budapesten mellett forgattak, de nem tudtam interjút csinálni, mert Netflix nem vett figyelembe, mint magyar újságírót. Egyáltalán évekig nem is kaptam válaszlevelekre. Na most, amikor Golden Globe szavazó lettem, rögtön három PR-os kezdett el körülöttem ugrálni, mindegyik ugye Los Angelesből, tehát a lényegében a minőségi változás az azt jelentette, hogy innentől fogva nem csak egy magyar újságíró voltam, hanem egy amerikai díjnak a szavazója, és innentől kezdve egyszer csak fontos lettem. És amikor poénosan rákérdeztem ott náluk, hogy és akkor mi lesz a lengyel hölgyek, akik éveken keresztül nekem nem válaszoltak, és akkor mondták, hogy felejtsem el őket. Aha. Innentől kezdve. Tehát mondjuk azt kell, hogy mondjam, hogy abban sokat segített, hogy már-már úgy érezhetem magam, mint egy nyugati újságíró, tehát hogy mindent megkapok, még azt is, amire szükségem sincs, mert vagy nem is szeretném, tehát hogy de amit szeretnék, az bármiféle hozzáférés meg tudok kapni, így van. Mennyi filmet nézel naponta? Hányat? Ez változó, van, amikor vannak durvább napok, tehát például amikor elmegyek egy filmfesztiválra, akkor ott a napi 5-6 film és szóba kerülhet, de hát ugye ez egy ilyen folyamatos teherviselés, mondjuk így egy egész évben mindig más miatt nézem a filmeket. Valamikor azért, mert válogatok, valamikor azért, mert írni kell róla, mert bekerül a magyar forgalmazásba, valamikor azért, mert egyszer, mert érdekel, és én azt gondolom, hogy legalább egy mondjuk 5-600 játékfilmet nézek egy évbe. Nem biztos, hogy mindenket végig, ezt amelyik ugye valamelyiket sajnos... Gyors tekercsel is gondolkoznak. Van egy ilyen kifejezés, hogy Fast Forward Filmfesztivál, igen, ezt egy ilyen nagyon gonosz módon egy ilyen lassú filmeknél, vagy a Bruno Dumont filmeknél lehetett alkalmazni, amikor még olyan lassú, lefolyású drámákat csinált, de igen, és a helyzetet a tévésorozatoknak a térnyerése nehezítette meg, mert úgy gondolom, hogy élő ember nincs olyan, aki azt mondja, hogy minden filmet és minden sorozatot megnézek. Tehát nyilvánvalóan vannak dolgok, amik kimaradnak, nyilvánvalóan orientálódni kell, nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy mondjuk a kollégák mit írnak egyes dolgokról, mi az, amit nagyon dicsérnek, akkor azt nyilván igyekszik az ember megnézni, hogy tényleg. De mindemellett ennek a szakmának szerintem az egyik legszebb tulajdonsága, amikor úgymond a felfedezés örömét tudod érezni, amikor találsz egy olyan művet, ami tehát ez... Mire csodálkoztál rá legutóbb? Ha már az előbb, ugye ez egy kedvenc történetem, hogy például a 6-7 volt ilyen, tehát amikor ugye semmit nem vártam, és mondtam, ez egy késő esti időpont, ott, amikor megkaptam a rendezőtől a linkjét a filmnek, ez ideje korán, amikor kiderült, hogy Szarajevóban lesz a világpremiér, és akkor mondta, hogy nézzem meg egy másik fesztivál miatt, és leültem este, na jó, belenézek, aztán majd meglátjuk, mi lesz, hogy bírom-e. És aztán leültem, hogy és azonnal írtam egy e-mailt a Szakonyi Noéminek, hogy kedves Noémi, megnéztem a filmet, ez olyan, amit a Dárdán testvérek egykor tudtak, de ma már nem tudnak. Mert most már két olyan ugye idős úr, akik egy ilyen, azt tudom elképzelni, hogy egy ilyen nagyon menő belga loft tetén ülnek, és elképzelik, hogy milyen lehet a bevándorlóknak az élete. És akkor írnak egy forgatókönyvet, ugye ez a hát ezt a dárdani erőt és frissességet éreztem benne, és ennek nagyon örült a Noémi, mert mondta, hogy te például egy ilyen példakép volt, meg kiinduló pont. Ennek a jó szezonnak vége van? Tehát én most az elmúlt pár hónapban nagyon sok magyar filmet
próbáltam megnézni, meg is néztem, volt, amit kikapcsoltam, tehát a Hadikban például azt gondoltam, hogy elég az a 20 vagy 30 perc, amit láttam belőle, tehát annak lényegében láttam a filmet akkor is. Annak ellenére, hogy felhívja a figyelmemet e-mailben mindig a szolgáltató, hogy elfelejtettem befejezni a filmet, nem felejtettem el, hanem... Na látod, ez a Netflixes algoritmus mennyire veszélyes? Igen. Hogy vége van ennek a szezonnak, annak, amiben ott volt a Larry, és ott volt a 6-7? Ez nagyon összetett kérdés. Ha rövid válasz kell, akkor azt kell mondanom, hogy minden bizonnyal. Ha hosszabb válasz kell, akkor azért vannak még reménykeltő lehetőség esetek, mert akár, hogy is nézzük, ugye a 6-7 az egy tévéfilmes pályázat volt. Én úgy látom, most a tévéfilmes pályázat olyan, ahol hogy mondjam, érdekes és univerzális, mondjuk így fogalmazunk, legyünk klasszisok, univerzális témájú műveket át lehet finanszíroztatni. Az ki lehet jelenteni, az biztosan megszűnt, hogy a mozis pályázatokon ezek az univerzális témák átmenjenek. Egyértelműen látszik, hogy a mozifilmek esetében az úgynevezett, amit ugye hiányoltak, és a Vajna halála előtt kezdődő filmalap elleni kultúrharcnak az egyik ugye fő üzenete volt, hogy nem, hiába a miénk, ez az intézmény, nem születtek meg azok a nemzeti érzést erősítő alkotások, amelyekre ők gondoltak, és nem készült történelmi film. És ugye amikor néhányan mondtuk, vagy mondták, hogy na és a Saul fia, az más. Az másféle történelmi film, amire, vagy az nem is történelmi film, mondták. Itt, illetve és akkor ezek a filmek elkezdtek készülni. Ugye említetted a Hadikot, ez is olyan, hogy a nagy bátor bajszos huszárok beveszik Berlint, ami így egy ilyen áthallásos is lehet, ha akarom, és akkor azt mondom, hogy még ez kifejezetten szórakoztató is. És a Hadiknak egyébként... Nem jöttem el odáig, úgyhogy nem tudom, most ne állod el a végét, ne spoilerezzük el. Na, hát a törte a Wikipédián a sztori fenn van, így hát nem fogom nagyon elspoilerezni, de lényegében azt gondolom a Hadikról, hogy ez egy teljesen ártalmatlan, egészen jó akciórendezői ugye jelenetek, amiket a Diga Zsombor rendezett, viszont egy igazi rendező hiányába készült középszerű dolog, tehát a Szikora János nem, én úgy gondolom, hogy nem a legjobb választás volt arra, hogy mondjuk megrendezze egy ilyen volumenű filmet, de és akkor ide is el is érkeztünk a problémához, hogy ugye én nem látom a jobb oldalon azokat a rendezőket, akik nagyon képességesek, nagyon tehetségesek, és szívvel, lélekkel bevállalnák azt, mert miért ne lehetne ilyen? Én várom a legjobban, hogy legyen akkor, legyen ilyen film, de legyen jó. Könyörgöm, ne aranybulla legyen, meg hasonló, és meg ne lehessen ugye forráshiányra hivatkozni ezek a filmek miatt, amik ugye más filmeket ugye elutasítanak, de ugye most a kedvenc példánk ugye a Cannes alatt volt, amikor a Buda Flóra Anna 27 című animációs etüdje megnyerte az Aranypálmát, és azt háromszor visszautasították a forráshiány címszó miatt, és akkor az ember elcsodálkozik, hogyha a Petőfi filmre van csak nem 7 milliárd forint, minden fillért megér. Mert nem láttuk még nem a filmet, láttuk, még várunk kell egy évet persze, rá. Persze, én is úgy vagyok vele, hogy áthatatlanság vélelme, azt várom ettől a filmtől, hogy ez zseniális legyen, és minimum azt várom, hogy zseniális legyen, ha már ennyibe került, és ennyire fontos a téma. Mert egyébként a másik problematika, hogy nem igazán látom a nézőközönséget ezek a nemzeti érzelmű filmek iránt. Tehát a Hadik, nem tudom hány
nézőt csinál, de nem volt ott a... Emlékszem, ugye a téma volt, hogy amikor megjelent, ugye akkor jött a Sikolynak a 6. része, már ott is elveszettem a fonalat, hogy 3. része, és ugye azt, hogy 18-as pluszos besorolás kapott, csak este 10 után lehetett moziba játszani, és az este 10 utáni előadásokkal több nézőt csinálta a Sikoly 6, mint a 6., amelyeket ugye reggel 10-től játszottak mindenhol. De rég jártam moziba, hogy nem tudom azt, hogy vannak olyan filmek, amit csak este 10 után lehet vetíteni a moziban. Igen, ez a X-es besorolás, ami ez a erőszak és pornó kategória, és azon akkor lehet vitázni, hogy egy amerikai horror franchise-nak a 6. része az miért került ebbe, miközben az első 5 az teljesen oké volt, tehát hogy ez is egy érdekes téma. Ugye voltak ilyen elméletek, hogy kellett a moziterem kapacitása 6-nak, ezt egy kicsit már egy ilyen, hogy mondjam, összeesküvés elméletnek tartom, mert miért ne férne, mert azért van elég sok terem az országban, de hogy akkor visszakanyarodjunk a kérdésedre, hogy véget érte egy korszak, én úgy gondolom, hogy igen, és ehhez még az is hozzátartozik, hogy ugye a inkubátor programot is úgymond elkaszálták, igen, vagy belenyúltak, mondjuk így. Az inkubátor programok az volt a lényege, ugye, hogy fiatal rendezők az első filmtervükkel pályáznak, ezt egy független szakmai zsűri megszavazza, egyfajta közönség is egybe, meg közönség szavazat is volt, és akkor ezek a filmeket automatikusan gyártási finanszírozásba kerültek. Ugye, és idén volt az a lépés, hogy akkor ezt így felülírták, és 5 filmből 3-ról azt mondták, hogy ez nem kerül egy gyártásba, mert nem megfelelő. Ki mondja? Szembe egy szakmai zsűrivel, meg egy szakmai közönség szavazattal. Tehát, hogy alapvetően azt mondanám, hogy elkasszálták, vagy bedarálták, vagy anslusszolták az inkubátor programot, ez most szerintem a legtökéletesebb szórá. Így hát azt gondolom, hogy elvétve talán lesz lehetőség, hogy mondjuk egy-egy tévéfilmes pályázaton, vagy egy-egy független film formájában lesz zseniális magyar film. Ezt hadd emeljem ki az utóbbit, ami ugye egy új jelenség, hogy a finanszírozás az egyoldalúsága miatt, ugye az egy ablakon belüli egyoldalúság, ami így kialakult most, ez megihlette a nem támogatott alkotókat, hogy saját úton járnak. Például Enyedi Ildikó is most német pénzből csinálja meg a legújabb filmjét, és ugye októberben mutatják be, nem nagy titok, a Reisz Gábornak az új filmjét, amelyik ugye most nem árulhatok el titkokat, de úgy gondolom, hogy az a film, annak a filmnek nagy nemzetközi visszhangja is lesz, és ha az a film nem fog generálni párbeszédet, társadalmi párbeszédet Magyarországon, akkor semmi. Akkor semmilyen művészeti alkotás, semmilyen film nem fog semmit generálni. Mint hogy egyébként ennek a veszélye fennáll, mert ugye a Hadik se generált semmit. A Hadik nem generált, de a Besugó például igen. A Besugó is vitát generált, ugye? Tehát, hogy alapvetően ott inkább az a vita volt, hogy vajon egy fiatal alkotó, aki nem élt akkoriban, a 80-as években, vagy csak nagyon fiatal volt, mit tudhat ő az akkori rendszerről? És a Besugónál viszont egyértelműen ott volt az, hogy az a imázs, az a feeling, hogy ezt az HBO finanszírozta, ugye egy nagy nemzetközi ugye, stúdió, és ott egyértelmű cél volt, akkor már ugye azóta már ugye leállították az európai gyártásokat, de akkor az egyértelmű cél volt, hogy csinálnak ugye lokális kontentet, de azoknak a lokális kontentnek kell annyira univerzálisnak lenniük, hogy másik országokból van HBO Max, vagy Go, vagy nem tudom éppen akkor hogy hívták, hogy akkor azokban az országokban is ezt fogyasztani tudják. És fogyasztották is a Besugót. Igen, de például sok kritikusnak a szemébe ez volt a legnagyobb hibája, hogy nem eléggé magyar.
Ugye amikor jött az RTL-nek a Zambó Jimmy sorozata, a király, arra mondták azt, meg mondjuk én is, hogy na, ez az a sorozat, ami viszont csak tipikusan magyar. Tehát, hogy ez az, ami a magyaroknak, és azonban is szerintem egy bizonyos generációnak csak, na, hogyha egyébként megállítok most egy fiatalt, és azt mondom, hogy Zambó Jimmy, azt mondja, hogy hú, excuse me, tehát, hogy igen, tehát, hogy nagyon nehéz, ugye, így általánosan szerintem mindenkinek megfelelő sorozatot csinálni, és ugye nagyon érdekes, hogy ugye, amikor itt a besugó, tehát ugye a premier után nem sokkal levették, mert ugye történt az HBO tulajdonosa a Warner Media, és a Warner Media ugye fölvásárolta a Discovery, és ők átszervezték így a fontossági sorrendet, ugye nyilván valahol feltűnt nekik, hogy Magyarország ugye megkapta a Netflix betegséget az HBO, tehát egy olyan akkor gigant cég lett, hogy egyszer csak a magyar piac, meg az egész kelet-európai piac az érdektelen lett. És akkor ugye a besugó lekerült a programról, viszont átkerült a Sky Showtime-hoz, amelyik erre a régióra koncentráló streamer, viszont sajnos ott sincs szó arról, hogy folytatnák a besugót, mert szeretnek 3 évadot tervezték, B, hogy egyáltalán bármilyen magyar kontentet gyártsanak, tehát erről szó sincs. És teszem hozzá, a Netflix se gyárt semmilyen magyar kontentet, amit már régeség megtett számos másik országban, tehát van horvát Netflix content, de... Pedig csinálhatnának egy jó Budapest ostromát 1944-45-öt. Na hát, picsel, de csak úgy gondolom, hogy igen, tehát, hogy... Ha már az kell, hogy nekem ez egy régi mániám, hogy az ember olvasson Ungvári Krisztián könyvét, meg követi a publikációit, akkor azt gondolja, hogy az, ami igazából megfilmesítésre vár. Tehát akár a Kitörés, akár az egész Budapest ostroma. Na hát figyelj, én úgy látom, hogy a történelmi filmfronton vannak hiányosságok, szerintem itt a lehetőség, aki bontakozásra. Sokat házalt, vagy beszélt a Kádár filmről, amit meg akart csinálni, aztán abból se lett semmi sem. Pedig a Kádár film az most pont aktuális lenne, mert ugye én úgy gondolom, hogy abban minden oldal egyetért, hogy ami 89 előtt volt, az szörnyűséges. Azt szerintem pont most meg lehetne csinálni. Persze, ha nem rak bele áthallásokat a mostani kormányzat felé, akkor viszont lehet baj. Igen. Na jó, ne adjunk ötleteket, meg ne vegyük át a magyar filmes szakmát, bár időnként azért szívesen adnánk ötleteket. De visszatérve már egy kicsit a fesztiválokra, itt ma reggel arról beszélgettünk Pálinkás Fuannal, 6 és 7 óra között ilyen laza kis beszélgetés volt, hogy Johnny Depp koncertje elmaradt Budapesten, a Hollywood Vampires, és aztán tegnap kiderült, hogy a szlovákiai koncert is elmaradt, és hát ha az ember rákeres a hírkeresőn, akkor lát egy olyan képet, amin valami pohárral a kezében látható Johnny Depp egy valami szállodában, és mindenki azt vélelmezi, vagy azt feltételezi, hogy vagy be volt rúgva, vagy be volt tépve, vagy be volt állva. Te találkoztál vele Cannes-ban? Igen, tehát ő volt a Cannes-i fesztivált nyitó filmnek egyik főszereplője. Ugye a főszereplője, ugye, tehát a Jean Dubarry-t alakító Maven, aki egyben a filmnek a rendezője is. És a nagyon biztos, hogy Johnny Depp 15. Lajos királyt alakítja, akinek a Jean Dubarry volt a nagy szerelme, aki egy kurtizán volt. És ami ott Cannes-ban a legnagyobb mosolyokat eredményezte, hogy franciául játszik Johnny Depp, ugye, és önerőből is alanyi jogon. Ennek következtében a filmnek egyik szórakoztató jelensége az volt, hogy vannak benne számosan jelenetben nem szólal meg, hanem csak ilyen gesztusokkal játszik, és nagyon szigorúan néz, szúrosan néz, mutat, fel van háborodva. Tulajdonképpen egy nettó szerelmi történetről van szó, és igen, ez egy úgymond nagy visszatérés volt a Johnny Deppnek, ugye a mellőzés után, amit ugye a botrányos válása miatt volt.
és ott teljesen józan volt. Tehát, hogy adott egy 40 perces interjút a Mavennek közösen, mondjuk ez a Mavennek kicsit szundikált, így hát inkább ez egy Johnny Depp interjú volt, de látszott, hogy a Franciaországban a fesztivál szervezőt nagyon komolyan vették, tehát a láthatatlan szerveződés volt ott körülötte, hogy nem lehetett látni egyszer se, hogy mondjam, semmilyen ilyen kompromittáló szituációban. Tehát, ha egy nyúlt, akkor már biztos, hogy biztos az, valami más tartalma kezébe. Így van. A vodka szódát kicsérték szódára, szerintem igen, tehát hogyha feltételezem. Arról híres Johnny Depp, hogy mindenhonnan késik. Tehát ez egy ilyen alap konfigurációja. Ja, akkor nem is elmaradt a koncert, csak késve kezdődik. Egy hónappal vagy egy évvel. Ezt így is lehet nézni. Tehát például a hivatalos sajtótájékoztató is azt hiszem egy órát késett Kámba, ami elképesztő, mert ott mindig óramű pontosággal szokták ezeket a dolgokat intézni, de mondom, jó formában volt, és jókat mondott. Nagyon vicces volt, hogy egy amerikai ugye van általában egy ilyen publicist, aki ezeket az interjúkat koordinálja. És akkor az megírta, hogy nem lehet kérdezni Johnny Deppet erről, arról. Vállásról, feleségéről. Természetesen ezekről a témákról. És akkor az első kérdés, hogy vagy? Hát, ez a egész válás, és a ilyesmi, hogy megviselt engem, és így fogta a PR-os a saját maga fejét, és mondta, hogy úristen, tehát, hogy oké, hogy nem lehet kérdezni, de magától a Johnny Depp beszélhet. És akkor volt ez a nagyon vicces szituáció, ezt még nem írtam meg ezt az interjút, majd a Jean Dubarry-nak a szeptemberi premierjére fogom időzíteni. De volt egy ilyen kérdésem, és akkor, hogy akkor hogy éri meg ezt a nagy visszatérést? Hú, de pipa lett. Micsoda, mi az, hogy visszatérés, haver. Ha engem meghaltam volna, és elföldelnek, és kikelek a síromból, na az lenne a visszatérés. Én nem mentem sehova. Tehát, hogy egy ilyen nagyon viccesen fogta. Tehát fogtam, azt, hogy lemondott róla a film művészvilág, senki nem foglalkozott vele hosszasan, pont azért a hírek miatt, ami elterjedt róla, házasságon belül erőszak, stb. Azt ő nem úgy élte meg, hogy egy kicsit kegyvesztett lett Hollywoodban és a világ kultúrának felén. Ezt úgy megélte, tehát hogy Hollywoodot hogy nagyon finoman úgy elküldte a melegebb égtájakra, tehát mondta, hogy ő nem igazán szeretne visszamenni abba a rendszerbe, ahol idézem őt egy pletyka miatt megkérjük, hogy egy franchise főszereplőről mondjon le. Tehát ugye itt a Warner stúdióról van szó. Tehát én úgy látom, hogy ő már egyértelművé tette, hogy ő Európában él, itt fog rendezni, itt fog alkotni, itt fog koncertezni, vagy igen, vagy nem. És ugye jön ide Magyarországra forgatni. Igen. Tehát ő a rendezőként ugye a Modigliani filmet fogja itt forgatni, éppen ezért fordulatot elő. Nem is tudtam. Igen, és éppen ezért fordulatot elő, hogy mondjuk a Karlovari Filmfesztivál minden évben készít egy ilyen, úgymond egy ilyen promóciós trélert, amit a vetítések előtt levetítenek, ezek ilyen rövidek, és minden évben egy világsztár van, és akkor idén a Johnny Deppel forgattak, tehát az egész filmben látszik, hogy a Gellért szálló a helyszín, ahogy sétálva ott van a háttérben a Szabadsághíd, meg aztán a szállodának a lobbia, és azért forgatták ezt itt akkor Budapesten levele, mert éppen Budapesten azért volt itt, hogy helyszíneket keressen a Modigliani filméhez. Tehát, hogy a rajongók készületnek, tehát, hogy lesz itt Johnny Depp még Magyarországon, azt meglátjuk egyébként, ez egy érdekes kérdés, hogyha mondjuk jön ide forgatni, és amúgy is itt lesz mondjuk egy húzamosabb ideig, akkor vajon visszatér-e ez a koncert tematika a kérdésbe, de erről szerintem a szervezőket kéne megkérdezni, én is kíváncsi lennék a válaszra. És a főszereplője is a filmnek? Nem, csak rendezi. Uh-huh. Csak rendezi. Jó, akkor majd figyeljük. Valamit én is hallottam, hogy Budapestre jön, akkor gondolom a magyar filmesek megint örülhetnek neki. Szóval, hogy jó állapotban volt, amikor az interjút csináltad? Összeszedett volt, koncentrált, nem érezted azt, hogy... Ugye...
Ez most nagyon hülyén fog hangzani, és nem akarom, hogy nagyképűen hangzon, de Johnny Deppet már többször interjú voltam, és mondhatni így, hogy én nem csodálkozom el a stílusán. Tehát, hogy abban a szempontból ismerem, hogy pontosan tudom, hogy nem olyan lesz, mint a Tarantino, akitől kérdezek valamit, és akkor úgy válaszol, mint egy ilyen, ugye egy ilyen, mint amilyennek megszokhattuk, vagy a Scorsese az, aki elképesztően hosszan, sokat beszél. A Johnny Depp az ilyen, és lassan fejezi ki magát, nagyon ilyen... Megfontolt. Nem. Mondjuk azt, hogy igen, ilyen, nem tudom, hogy ez játéke, vagy ilyen, de ezt a enigmatikus karaktert hozza így ezekbe a úgymond sajtó interjúkba. Ami érdekes, hogy soha nem láttam őt, hogy megsérülött volna valamilyen kérdésen. A legprovokatívabb kérdések, és mindig ad valamilyen választ. Aha. Jó, de azért fölkapja a fejét, amikor a visszatérését szóba hozod. Hát persze, csak ez is egy ilyen, azért elég vicces, tehát hogy nem ilyen agresszíven volt, hanem ilyen ez a humoros felháborodáshoz. De ezt hosszan mesélte, tehát nem csak az, hogyha elföldelik, hanem ha összetört van az összes csontja, meg a gerince is, és utána kiáll a színpadra és balettozik, az lenne a visszatérés. Tehát ilyet is mondott. Ja. Tehát, hogy, de nyilvánvalóan egy óriási állat és páncél mögött van. Ez egyértelmű, viszont az, hogy krónikusan késik, hogy folyamatosan szinten tartja magát valamivel, ezek így a szórakoztatóipari újságírók körében ez egyértelmű, tehát ez mindenki tudja, tehát ez nem kérdés. Az, hogy mondjuk most hát, mintha most lejött volna egy kicsit a szerről. Igen. Tehát egyébként az összes szenvedélybeteg sztár, vagy nem sztár esetében mindig megvan a lehetőség, hogy az állapota romlik. És elkezdett, hogy most Johnny Deppet ugye a Jean du Barry nemzetközi premierére ugye összerántották, kitisztították, hasonló, és most lehet, hogy elszólalt vele a gyeplő, hogy most nem a Kániver összönyegen 5000 újságíró kamerája előtt kell neki mosolyognia, mert az, ha ott valamit csinál, az egy óriási botrány. Itt, hogy elmondt egy koncert, hát igen. Jó a film? Szórakoztató a film. Rossz filmnek egyáltalán nem mondanám. Én nem vagyok egy kosztümös film rajongó, de úgy gondolom, hogy a két színész viszont nagyon jól működik. Tehát a Mavennek és a Johnny Deppnek van egyfajta kémiája. Tehát a legtöbb ilyen romantikus szerelmi filmben nekem az szokott a problémám lenni, hogy látom, de csak a vásznon történik, és nem hiszem el, nem jön át a nézőtérre. Tehát, hogy szerintem itt ők kerültek egy olyan nexusba, ami szerintem egyébként a Mavennek a nagy érdeme, mert Johnny Depphez csak igazodni lehet. Johnny Depp az egy ilyen, olyan, mint a régi hollywoodi sztárok, tehát akik inkább önmagukat alakították mindig egy filmbe, és nem voltak ezek a úgynevezett method actorok, akik ugye itt átalakulnak, mint a Christian Bale mondjuk. Tehát, hogy inkább egy ilyen James Stewartra gondolok, aki mindig James Stewart volt valamilyen szinten a filmben, vagy Tom Cruise, ha mondani kell egyet, a mostani korszakból, ő nem tudna kiugrani a bőrökből, Johnny Depp a Johnny Depp. Viszont a mélyben van annyira intelligens, van annyira jó színésznő, és van annyira jó rendező, hogy abszolút tudott így egyfajta mondan egy ilyen hozzásiklani, hozzáigazodni a Johnny Depphez ebből a szempontból. Ebből a szempontból azt mondanám, kivezetten jó film, de azt hangsúlyozik, ha valaki valami nagy történelmi relevációt akar, tehát azt gondolja, most meg tudja, hogy 15. Lajosnak a uralkodásának a történetét, az nem ez a film. Ez az a film, amiben egy szép emberek egymásba szeretnek. És aztán van egy nem annyira, hogy mondjam, happy endes vége, ami bátor is. Aha. Akár.
Tehát egy kurzusfilmről van szó. Hát kinek a kurzusa? Itt ma reggel, amikor a Huannal beszélgettünk, akkor a halott embert emlegettük, mint a fantasztikus alakítását, de hát az is 30 évvel ezelőtti film, vagy nem is tudom. Nekem a kedvencem az Arizonai álmodozók. Egy percünk van még hátra, és terveztem azt, hogy szóba hozzuk a lassan egy hete tartó amerikai filmszínész, illetve forgatókönyvíró sztár sztrájkot. Van a fejlemény? Egy percben. Várom a fejleményt, én is, mint mindenki, mert alapvetően a színészek sztrájkjai azt jelenti, hogy nemcsak, hogy nem dolgoznak, nem is promotálnak. Nem érnek meg nemzetközi szinten, sajtóeseményeken, nem mennek vörös szőnyegre. Tehát itt az a kérdés, hogy meddig fog ez tartani, és ugye nem sokára jön a díjszezont indító három fesztivál, a Velence, a Telluride és a Toronto, és nagyon érdekes, hogy lesznek ezek a fesztiválok, vagy milyen formában lesznek. Mert ha a vörös szőnyegen nem jönik meg egy színés se, akkor nincsen fesztivál, akkor nincsen promóció, akkor nincsenek fotók, nincsenek bejátszások, és a stúdiók el fognak gondolkozni, hogy egyetem bemutassák a filmeket, vagy mint a Covid idejében jön egy olyan periódus, hogy eltolnak mindent. Ez jövő kedden fog kiderülni, amikor a Velencei Fesztivál bemutatja a programját, hogy lesz-e köztük amerikai film, és ha igen, az milyen feltételekkel. Mert ez befolyásol majd az egész őszi mozi szezont és az egész díj szezont. Erre érdemes lesz szerdán visszatérni. Nagyon szépen köszönöm Csákvári Géza filmes újságírónak, hogy reggeli személy volt itt.